Jó estét kívánok! Ez a Jazz Karts, a Karts FM Jazz magazinja. Gáspár Károly vagyok. Olá Szabolcs a hazai jazz élet kiemelkedő alakja, aki mindig novumokkal teli, ugyanakkor a hagyományokat tiszteletben tartó, szívvel, lélekkel felruházott anyagokkal jelentkezik. Így történt ez most is, hiszen a nagyszerű gitáros zeneszerző elkészítette The Silent Call című albumát, melyen egy öt tételes szvit hallható jazz és vonós négyesre hangszerelve. Kedves hallgatóink, a Jazz Cars ma esti vendége Olás Szabol, csak itt nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök a stúdióban. Szia Szabikám, örülök, hogy itt vagy velünk. Szia Karcsi, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon örülök, hogy meghívtál. Én is nagyon örülök, hogy itt vagy, és annak is nagyon örülök, örülünk, hogy hazatértél, hiszen hosszabb ideig tartózkodtál, hogyha jól tudom, Amsterdamban. Így van, pontosan. Mit kerestél ott? Hát egy... Ugye a zenészek szokták inkább úgy mondani ezt, hogy mennyit kerestél, de én inkább maradnék annál, hogy mit kerestél ott. Mi volt a célja? Én inkább nem számolnék be, hogy mennyit költöttem, Igen. Mert, hogy, mert hogy tanulni voltam kint, egy mesterképzést végeztem el az Amsterdamban, szadami konzervatóriumban jazz zeneszerzés és hangszerelés szakom. És két évet töltöttem ott, ez egy két éves képzés volt, úgyhogy. Hát, Azért tudtál ingázni, ugye? Amikor hát, szükséges volt, hogy évben, Az első évben egyetlen egyszer jöttem haza, akkor az rettenetesen hiányzott is igazság szerint, tehát éreztem a honvágyat már három hónap után, aztán úgy alakult, hogy ott volt a Covid, minden bonyolult volt utazni, úgyhogy gyakorlatilag egy éven keresztül kim voltam, aztán a második évben már többször jártam haza. Igen. Úgyhogy, úgyhogy ilyen, ilyen körülmények voltak ott. Hogyan jött az ötlet, hogy az itthoni jazz tanszék elvégzése után ezúttal most Hollandiában pallérozódj tovább? Hát én a jazz tanszéket azt már elég régen végeztem el. 2005-ben szereztem diplomát jazzgitárból, és tulajdonképpen ez egy régi osztatlan képzésben megszerzett diploma volt, amit ma bachelor diplomának fogadnak el. És én szerettem volna egy master diplomát, mindenféle praktikus okokból, ugye, hogyha tanít az ember, akkor, akkor jól jön, hogyha van. Meg még ilyen gondolataim is vannak időnként, hogy esetleg egy doktorit elvégezni, és ahhoz meg feltétel, hogy legyen egy master diploma. És emellett pedig ugye nekem az, az a zenei irány, az leginkább a, a a kompozícióban, a hangszerelésben találtam meg magam az utóbbi években, és szerettem volna ezt tovább fejleszteni, vagy pallérozni ezt a tudást. Úgyhogy, úgyhogy ezért választottam ezt a szakot, és, és beadtam a jelentkezésemet, nem kellett ezen kívül csinálni semmit, mert így a beküldött anyagaim alapján fölvettek, úgyhogy már csak azt kell tenni, hogy akkor belevágok-e. Többször volt nekem is szerencsém járni, játszani Hollandiában, imádom egyébként azt a uh -huh. kis országot, de a nyelv az nem egyszerű, hogyan birkoztál meg vele. Gondolom, hogy az oktatás angol nyelven folyt, hogy mindenki számára egyszerűbb legyen, Igen. de a holland nyelv azért így a hétköznapokban csak bejátszott a képbe. Hogyan állsz vele? Hát sehogy nem állok vele, Ezt most ez szomorúan, de be kell, hogy valljam, hogy így a köszönésen kívül, meg hogy tényleg köszönöm, kérem meg viszontlátásra, ezen kívül nem nagyon tanultam meg semmit. Hát nagyon de, én is ezen az úton járok, de, tehát dag, tocinc. Igen, igen, igen. És viszont az a szerencsé, hogy mindenki tud angolul kint. Tehát, tehát az tudásomat viszont fejleszthettem, mert nem csak az iskolában volt minden, tehát az oktatás angol nyelvű, hanem, hanem tényleg... Hát a, nem tudom, még a, 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 a kéregetők a pályaudvaron is tudnak angolul, és angolul kérnek e, támogatást, úgyhogy, úgyhogy tényleg egy ilyen nagy általánosságban elmondhatod, hogy mindenki tud angolul. Sikerült-e ott kiépítened barátságot, jó kapcsolatot zenészekkel, játszottál -e esetleg klubokban, különféle koncerthelyszíneken? Azért így a tanulás mellett sikerült-e ezen az úton is kicsit előre haladnod ott? Hát igazából én nagyon arra koncentráltam, hogy ezt a zeneszerzést, hangszerelést fejleszem, és nagyon komolyan vettem az egyetemet. Ez, ez aztán azzal járt, hogy én folyamatosan ültem a gép előtt, és, és írtam bele a hangjegyeket, úgyhogy klubozni nem csak nem akartam, igazság szerint, úgyhogy nem klubboztam, viszont azért megismerkedtem jó pár nagyon szuper zenéssze, mert az iskolában nagyon jól ki van építve az, hogy az, hogy nagyon egyszerűen tudunk termet foglalni, jól felszerelt termeket tudunk próbálni, úgyhogy ilyen dzsemmelések azok voltak, és, 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 nagyon jó zenészekkel játszottam együtt, és ami fantasztikus az az, hogy tényleg a világ minden tájáról vannak diákok. Tehát ez, ez nekem nagyon tetszett tehát mondjuk összehaverkodtam egy nepáli gitáros, jazzgitáros sráccal, és vele rendszeresen gyakorolgattunk együtt, vagy szintén egy japán gitáros sráccal azóta is tartom a kapcsolatot, úgyhogy, úgyhogy igen, nagyon jó Élmények értek ebből a szempontból. És milyen jó azt hallani, nem megsértve természetesen azt az országot, de hogy Nepálban is van ezek szerint jazz élet. Mert azt gondolná az ember, hogy ott azért annyira nem. De hát mégis, én is most tudtam Istennek, meg, hogy van. Igen. Tehát van ilyen, hogy Katmandú Jazz Fesztivál, az egyik osztetársam el is intézte, hogy, hogy el tudott menni a zenekarával oda játszani, <laughs> és ilyen mesterkurzusokat tartottak az ottani egyetemen, és pont ezen a kapcsolaton keresztül, hogy jó, hát azért nem gyakori, hogy, hogy valaki Nepálban jazzgitáros szeretne lenni. <laughs> Annak ellenére, hogy a tanulásra fókuszáltál, milyen tapasztalatokkal tértél haza Hollandiában, milyen a jazzzene és a jazzzenészek helyzete? Azért nyilván valamennyire mégiscsak beleláttál ebbe. Uh -huh. Hát amennyire én beleláttam, ott is mindenki mindent csinál, hogy hogy minden működjön. Tehát tanítanak, fellépnek, hangszerelnek, és ezt mind egyszerre csinálják, mint ahogy itthon is igyekszik mindenki mindent. Ez a bizonyos több láb effektus. Több láb, igen, igen. Tehát ott is több lábon kell állni. Ezen kívül, hát az az. az... Hát tudjuk, hogy azért vannak nagy világhírű fesztiváljaik. Így van, tehát nagyon-nagyon jó színvonalú, nagyon jó fesztiválok vannak, fantasztikus klubok vannak. Most a Bim House-ra gondolok mondjuk, ahol, ahol napi szinten lépnek föl világhírű ö, zenészek, és ez főleg a második évben, amikor már a, a Covid lecsengett, utána lehetett ezt ö, érezni, hogy hogy azonnal beindul az élet, és azonnal ott vannak a, a sztárok, és játszanak. Úgyhogy ö, Úgyhogy nagyon pesgő jazz élet van, és, 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 a, és, a, hollandok igyekeznek ebben részt venni, tehát hogy ilyen, ilyen kollaborációkat kialakítani nekik. Te ez tehát Amcsika játszanak Aha, együtt holland igen, igen, És ez nagyon, nagyon fontos nekik, hogy, hogy ilyen, hogy, hogy így építsik a kapcsolatokat. No, hát akkor térjünk rá az új anyagra, The Silent Call a címe. Uh -huh. Jól tudom, hogy ezt még kint Amsterdamban írtad. Így van, igen, igen. Uh, méghozzá. Ez egy uh, Covid termék, idézőjelben. <laughs> az elő-elő uh, tanulmányai az abszolút, és aztán a második évben fejeztem be teljesen a művet. Uh, ez az egész egy két éves kutatásnak az eredménye, ami ami egy feladat volt nekünk, hogy egy két éven keresztül tartó dokumentált kutatást folytassunk valamiről és erről aztán be is számoljunk. Hát ezt a magyarul szakdolgozatnak neveznénk a dolgot, és én arról kutat, azt kutattam, hogy hogy a hogy lehet a jazz zenekarba integrálni a vonós négyest. Eredetileg csak annyi volt az ötletem, hogy vonósokra szeretnék megtanulni hangszerelni, aztán kialakult ez, hogy akkor vonós négyes legyen, és hogy, és hogy utána is nézzek, hogy, hogy, hogy milyen lemezek születtek eddig a jazz történetben, és hát nagyon-nagyon sok lemezt végighallgattam, és, és igyekeztem a klasszikus hagyományokba is valamennyire elmélyedni. És miután így kutatgattam, felmerült, hogy mi lenne, ha írnék esetleg valóban egy saját művet is erre a formációra. Úgyhogy ez abszolút a kinti tanulmányaimnak a terméke, így van. A következő kérdésemre már előre nagyon büszke vagyok, hiszen fantasztikusan nagy fantáziára utal részemről. Miért kapta ezt a címet a mű? <laughs> Hú, hát, <laughs> és hogyan fordítanád te magyarra? Igen, én ö, ö, magyarul több féleképpen is le lehetne fordítani, én én mondjuk magamnak úgy fordítom le, hogy a csendes elhívás, vagy a csendes hívás. Ö, hát ezt azért adtam ezt a címet, mert ö, mert én ö, egy barátom által kapcsolatba kerültem az antropozófiával, szellemtudománnyal, mondjuk így körülbelül jó tíz évvel ezelőtt, de már az is lehet, hogy több. És kint ott nagy magányomban olvasgattam sokat er, ebben a témában, és, és végül úgy döntöttem, hogy, hogy egy ilyen koncept albumot készítek, és azért egy, szvit, egy szvitet egy írok, egy öttétele szvitet, amit egy ilyen témára építek föl. És és azért adtam a maga a Silent call vagyis csendes hívás címet, mert, mert ez az egész téma, ez engem így mindig hívott. Tehát, időnként így ellenálltam, és aztán mindig valahogy visszakanyarodtam hozzá, és mindig foglalkoztatott. Úgyhogy, Én teljesen férfiasan bevallom, nem vagyok képben ezzel kapcsolatban. Hmm. Nagyon röviden, miről van szó? Hát nagyon röviden, ez egy, ez egy... Hát mondjuk, mm, egyszerűen fogalmazva ez egy ezoterikus vonulata, a, egy ezoterikus keresztény vonulat, de sokkal szebb az, hogy szellemtudomány, ezt Rudolf Steiner nevéhez fűződik, ennek a nyilvános sátétele a, a, a század elején éltő, és és ő indított el egy mozgalmat, és ami a legismertebb ma ebből az a Waldorf iskolák, tehát azt szerintem arról nagyon sokan hallottak már, ezt ő ezt ebből, a, ebből a szellemtudományból indította el tulajdonképpen, és ebből fejlődtek ki a mai Waldorf iskolák, de ma is élő hagyománya van Svájcban, Göteánumban az ő tanításainak, és van orvoslás, van művészet, van tudomány, mindenféle vonulata van. Tehát ő egy ilyen polihistor volt, aki elindított egy ilyen folyamatot. Úgy megütötte a fülemet, és nagyon érdekesnek tartom azt a megjegyzésedet, amikor azt említetted az előbb, hogy érdekelt mindig ez a téma, de valahogy próbáltad magad a távol tartani tőle. Mm -hmm. Miért? Mert, mert valami olyan fajta gondolkozást igényel, ami. ami ami így a mindennapjainkban valami, hogy mondjam, tehát így teljesen egészen másképp kell gondolkozni, hogyha az ember ehhez a témához hozzááll. És nem mindig könnyen befogadható, egész egyszerűen, csak így tudnám megfogalmazni. Úgyhogy az a barátom, aki... Be... Értelmileg vagy érzelmileg nehéz befogadni? Értelmileg szerintem, igen. igen Testélyesen valaki... szólva kell hozzá gógyi. Aha, aha, és rengeteget kell olvasni, és nagyon sokat át kell szűrni magadon, hogy végülis ez most, most mit is jelent, vagy hogy van ez, vagy, 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 vagy tényleg így van. Tehát, hogy néha olyan meglepő dolgok vannak leírva, amin aztán az ember tény, tényleg így meditálnia kell egy darabig, hogy, hogy ezt valahogy befogadja. Hát ezek szerint ez neked nagyon jól sikerült, hiszen megszületett ezzel kapcsolatban, vagy erre reflektálva ez a mű, Igen. ami egy nagyon jó kiinduló pontja lehet egy, egy új darabnak, viszont ugye én is szoktam nem vonósokra, kisebb formációra dalokat írni, én inkább dalszerzőnek mondanám magam, mint zeneszerzőnek, de az a lényeg, hogy, hogy ugye az impresszió az, az mindig valamennyire elvon dolog, viszont én úgy érzem, hogy ez már annyira elvondolók, hogy, hogy maga a megindulás az, az, nem lehetett könnyű, és nagyon érdekel engem, hogy, hogy hogyan tudtál elindulni ezen mű megírásában. Uh -huh. Hát ez, ez egész egyszerűen úgy történt, hogy Steiner adott egy, Rudolf Steiner adott egy kontemplatív gyakorlatot az egyik legfontosabb művében, és én azt gyakorolgattam. És és ezt felbontottam öt fázis, vagy hát igazából nem kellett felbontani, mert tényleg öt fázis megállapítható benne. És fided a zsenialitásomat, ezért lett öttételes a mű. Így van. Hát hihetetlen, ugye, Ma hogy azért. Számból vetted ki a szót, tehát pontosan. Azért jövök ez... én is föl. É, <laughs> tehát ezért, ezért lett öttétel a mű, mert ez a kontinuatív gyakorlat az öt tét, öt fázisra felbontható, vagy legalábbis nekem így... így értelmeztem a dolgot. És gyakoroltam, és, és úgy gondolom, és egyszer csak jött, üldögéltem, és jött az ötlet, hogy á, erről fogom mintázni ezt a, ezt a zeneművet. <laughs> És amikor megszületett ez a darab, akkor ugye gondolom, hogy be kellett mutatnod akár szó szerint zeneileg, vagy akár ugye a partitúrát, partitúrát le kellett adnod ótani tanáraidnak. Meglepődtek-e a témaválasztáson? Nem kérdezték meg. <laughs> ö, igen, ennyi. <laughs> Tehát. Ö, ö... Én egyébként hiányoltam, ha már most ezt így megkérdezted, én hiányoltam a spirituális megközelítéseket. De lehet, hogy ez. Tehát így És nem lehet... mentek bele, ugye, hogy nem. kedves Szabolcs, miért e felé indultál? Nem, el? nem, nem, nem. Semmi, semmi ilyen nem volt. Egy, egy tanárommal dolgoztam végig az anyagon. Az volt a tantárgy címe, hogy Creative Jazz Writing. Vagyis kreatív jazz írás, vittem az ötletet, vittem a vázlatot, vittem a hangszerelést, és ő mindig zeneileg kritizálta, vagy zene. És egyébként így tehát nem, nem igazán kérdezték meg, hogy, hogy mi, miért írok ilyen dolgokat, vagy tehát nem. Álljunk hozzá pozitívan, a művészi szabadságodban nem akartak Így, Lehet, Bele taposni, hogy ilyen élesen fogalmazzak? Igen, igen. Inkább szakmai szempontból bírálták, és és úgy érzem, hogy tettek hozzá egyébként. Tehát, hogy kimozdítottak engem bizonyos berögződéseimből, és ez nagyon, nagyon hasznos volt, mert, mert én magamtól nem biztos, hogy, hogy ennyire kimozdultam volna. Abból, amit általában csinálok. Mik voltak ezek a verőgződések? Mm, hát, mm, ez már szakmázás ez tudom. Már de szakmázás, de, de, de mindenki de, számára közérthető, -e, ha megpróbálod elmondani. Igen. Hát azt úgy képzeld el, hogy ez a tanár egy ponton azt mondta, hogy hogy figyelj, írunk egy listát, az lesz a cím, hogy not to do list. Vagyis, hogy amit ne csinálj többet a zeneszerzés alatt, mert mindig ezt csinálod, és akkor felsorolta nekem pontonként, hogy ezt minden számodba csinálod. Ez ezt nehéz ezt ügy, is. mert általában a hűtőkön to do list van. Igen, igen. Na most akkor ö, nagyon nagy bajba hozott engem ezzel, mert, mert kitettem az ongorára magam. Egy példát mondasz, hogy mi volt rajta? Ö, ne, ne csinálják benne ö, ö, ilyen hármas hangzatban szasz, és utána hármas hangzattá oldást. Mert hogy az minden számomban... Közhely. Közhely minden számomban van, hagyjam ki. Vagy ne legyenek nagy terces modulációk az akkordok között. Mert ezt is nagyon sokszor használom. És akkor és akkor így kitettem. Tényleg, nem magamról, tényleg nem magamról akarok beszélni, de ezeket én is nagyon sokszor használom. Hát, hát, nagyon szépen. De ki Nem. <laughs> Igen, és uh, kitettem ezt a listát, odaültem az angolához és most mi lesz? Tehát, hogy így nagyon nehéz helyzetben. Ez tipikusan az a komfortzóna elvesztése. Így van, Édes istenem, most akkor merre, hogy, igen, miért, igen, mikor? Igen. igen, tehát nem érzi jól magát az ember egy ilyen szituációban őszintén szólva, de. De túltetted magad rajta, ugye? Tehát hogy sikerült ezt persze persze, 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 persze. De, de, hogy ezen egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen görcs keletkezett először, amit aztán utána, szép, lassan ö, utólag visszatekintve azt mondom, hogy á, de jó, hogy ezen végigmentem, mert tényleg legalább kipróbáltam ezt, meg azt, meg azt is. Milyen érdekes. Szabi, itt van ez az új nagyszerű anyagod, The Silent Call címmel jelent meg. Az volna a második részt indító kérdésem, hogy kik a partnerek az anyagon és hol és mikor rögzítettétek? Uh -huh. Cseke Gábor zongorázik, Bögöti Ádám bőgözik, és Csízi László Ők állandó tagjai a zenekaromnak. Gábor már több mint tíz éve, Laci és Ádám pedig 2019 óta, és hozzájuk csatlakozott az Akkord vonós négyes, egy fantasztikus csapat, Mező Péter Hegedű, Vércsongor Hegedű, Hargitai Bence brácsa, és Ölveti Mátyás Cselló. És augusztus végén rögzítettük az anyagot, aztán jó sokáig dolgoztunk a hangzáson, a keverésen, masteren. Itthon Itthon, ugye? igen, igen, igen. Válik László a hangmérnök, mint eddig mindig minden lemezemnél, és most is csodálatos munkát végzett szerintem. És Hát pont ma jelenik meg a, a, az összes online platformon, úgyhogy a hallgatók bármelyiken, amelyiket szeretik használni, már elérik, illetve megvásárolható a honlapomon keresztül a www.szabolcsornelmusic.com oldalon, illetve néhány boltban is már elérhető CD formában. Na pont ezt akartam kérdezni, hogy manapság. Én azt mondom, hogy sajnos már egyre ritkább, hogy fizikai formátumban is, tehát CD-n hát megjelenjen a lemez. Ezek szerint te ezt azért fontosnak tartottad, hogyha talán kisebb példányszámmal, de van, azért legyen van. legyen Kis, kézzel fogható dolog. Persze, én még szeretem így a tárgyakat, meg hát nem tudom, azt hiszem, hogy még vannak egy pár, akik szeretik a tárgyakat kézbe fogni de megmondom őszintén, hogy sokat gondolkoztam rajta, hogy érdemese, mert, mert hát még az előző lemezekből is van otthon bőven. Igen, ezzel mindannyian így vagyunk, de hát azt gondolom, lehet, hogy ez már egy Kicsi old school vagy boomer a részemről, de olyan jó érzés a kézbe fogni azt a bizonyos CD-t, amikor Igen. megjelenik. Így Mert van, a digitális dolog az nagyon jó, azokon a platformokon hallgatja ma már a legtöbb ember, de hát a CD-nek megvan a, a jó értelembe véve a szaga, ahogy a könyvekre is szokták mondani. Így ugye? van, így van, így van. Úgyhogy lett CD. Úgyhogy nagyon sok szeretettel, ha valaki szeretne, akkor megtalálja. Na most az a helyzet, ugye, hogy lemez megjelenés okán szokta következni a lemezben mutató koncertek, vagy koncert. Mi a helyzet ezzel a témával? Hát az történt, hogy, hogy én már jó időben megpróbáltam megszervezni a lemezben mutató koncertet, Régi és... rutinos jazzista vagy, már tudod, hogy nem <laughs> egyszerű holkokról van szó. És aztán úgy alakult, hogy mi már ezt az anyagot bemutattuk augusztusban a Magyar Jazz napján mert így a nagy szervezkedésben úgy alakult, hogy meghívtak erre, hogy mutassuk be ezt az anyagot, de akkor még épp, hogy csak fel volt véve az anyag, tehát akkor még a lemez még messze nem készült el. Viszont lesz egy hivatalos lemezbemutató a Bartók Rádió Sára Sándor termében február 24-én. Úgyhogy arra nagyon sok szeretettel várjuk, aki szeretne jönni élő felvétel, élő közvetítés. Az akkord kvártetre hogyan találtál rá? Régebbi volt a kapcsolat, vagy új? Ez egy ö, felújított kapcsolat, ugyanis ö, Mester Dániel és Szendöfi Balázs barátaimnak volt egy zenekar, az Intersection Group. Ö, valamikor bő tíz év, lehet, hogy 15 évvel ezelőtt, amiben az akkord kvartett mint egység ö, működött közre. És nekem nagyon tetszett az, amit akkor csináltak, és emlékeztem, hogy ők mennyire nyitottak, és, és mennyire fantasztikusan lejátszanak mindent, amit csak leírnak nekik. Úgyhogy elsőként őket kerestem meg, hogy vállalják-e, és szerencsére vállalták. A bevezetőben többek között azt említettem, hogy szívvel felruházott anyagokkal Köszönöm. szoktál jelentkezni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ügyről, szinte már ugye küldetésről van szó, a mai hát sajnos háborgó és egészen furcsa világunkban, viszont figyelve a trendeket, ez most talán nem annyira menő. Eh, és egyfajta figyelen. bátorság is kell ahhoz, hogyha akár jazzista, akár bármely más műfajt képviselő, muzsikus és zeneszerző egy olyan anyaga jelentkezik, amelynek nyilván vannak ilyen, meg olyan részei vannak, idézőjelben vadabb részei is, de alapvetően és a szó nemes értelmében véve szép zenéről ö, beszélünk. Ehhez egyfajta bátorság kell. Ö, tudatában voltál ennek, miközben írtad, vagy egyáltalán szoktál ezen filózni, vagy hát nem annyira érdekes ez számodra, már olyan szinten, hogy, hogy ez befolyásolja esetleg a munkásságodat? Hmm. Szoktam rajta filózni, hogy mennyire aktuális az, amit csinálok, vagy mennyire, mennyire reflektál a korra akár. De szerintem úgy reflektál, hogy, próbál valami alternatívát mutatni, vagy nem, ez már lehet egy túlzás, hogy ezt mondom, de, de hogy, 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 lehet így is gondolni, vagy, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy én, szeretem így kifejezni magam. Ilyen finomabban, meg szépen. <laughs> Csak így leegyszerűsítve. Ugyanakkor Ugyanakkor vannak bennem másfajta érzelmek is, amit igyekszem azokat is kifejezni, és például hazahoztam egy, egy Big Band Sweet-et is Amsterdamból, amiben megjelennek olyan oldalaim, amit eddig nem csináltam. És nagyon érdekes volt, mert valaki úgy reagált, hogy ó, hát én így sajnálom, hogy hogy elveszed belőled az a, az a lírai ság, meg, meg, <laughs> meg szépség, amit általában közvetítesz. Ez Zó, a van rajta sapka, ö, nincs rajta sapka érdek, a dolog, érdekes, ugye? Ez nagyon érdekes <gül> volt, <gül> mert, mert, mert mert, egész egyszerűen csak kipróbáltam, hogy mi van, hogy én egy kicsit másképp is kifejezem magam. Úgyhogy, úgyhogy egyrészt tartom magam ahhoz a vonalhoz, ami így kialakult, és én ahogy szeretem kifejezni magam, és ami tényleg őszintén jön belőlem, és ugyanakkor meg persze kísérletezem azzal, hogy valahogy másképp is el lehet mondani a dolgokat. <laughs> Említetted ezt a Big Band darabot, van-e terv azzal kapcsolatban, hogy ezt is rögzítitek? Hát -e sajnos ez mégis, ügyileg... ezt, hát ezt még nem tudom mondani, hogy van terv. Azt, azt tudom mondani, hogy nagyon szép volt a bemutató, és, és, és Fekete Quads kornél azt mondta, hogy még szeretné játszani. Úgyhogy most egyelőre ezt, ezt tudom mondani, hogy még, még elhangzik ez a mű valamikor. És nagyjából egészében a közönség hogyan fogadta, hiszen nem ezt szokták meg tőled? Azért van olyan is, amit meg, tehát hogy nem, nem teljes há pálfordulás, hanem, hanem csak egyszerűen van benne olyan, amit eddig nem fejeztem ki, vagy, vagy kevésbé jelent meg a zenémben. És, és egyébként Szerintem tök jól fogadta a közönség, tehát ö, nagy sikere volt, meg nagy taps volt, meg tehát úgy éreztem, hogy betalált, amit csinálok. Az egész műsor nagyon fontos része, veret kapcsolatban ugye a zeneszerzés, és ezzel kapcsolatban jut eszembe egy általánosabb kérdés, ami lehet, hogy provokatívnak, vagy karcosnak fog tűnni, de, de hidd el, hogy nem annak szánom, hanem az őszinte kíváncsiság vezet. Lehet még új darabot, új melódiát írni a 21. században, hiszen ugye gyakran mondják, most már közhely számba megy, hogy már mindent leírtak. Uh -huh. Jó kérdés. Ugye sokan azt mondják, hogy nem, hogy Bach, hanem már Jezuáldó mindent leírt <gül> <gül> gyakorlatilag. <gül> Hát aztán azért mégis lett egy pár új. Tehát szerintem a Bezony, hol, Igen. Zon. meg szerintem így a... a hogy is mondjam? De szerintem így a kontextusok még, még mindig tudnak újak lenni. azt gondolom, hogy, hogy még lehet. Megfogalmazásában lehet, lehet újakat mondani. Meg, mert én, nekem rengeteg ilyen elképesztő sok ötletem van, hogy mit lehetne így kutatni, hogy tényleg még az ember ilyen új irányokat találjon. Úgyhogy ö, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. De én azt gondolom, hogy még lehet. Ha, ha más nem is, de lehet egy saját hangvételt kialakítani. És ez már, már elég. Úgyhogy... Meg hát nem kell, hogy feltétlenül új legyen, hanem hanem szépen őszintén elmondani, ami jön az emberből, és akkor azt hiszem, jó. Szoktam ezen gondolkozni egyébként, ugye egyik legnagyobb nemzeti kincsünkre, büszkeségünkre utalva Bartók Bélára. Én... Hogy hát nyilván egy óriási, óriási újítóról van uh -huh. szó a személyében, de azt gondolom, és hát most nem veszem magamnak a bátorságot, hogy megfejtsem Bartók Bélát, de azt gondolom, hogy őt is, az vezette, amit például téged is. Tehát ő őszintén ő akarta kifejezni a zenében az érzelmeit és a gondolatait, és uh -huh. ugye nem arra fókuszált, vagy nem arra koncentrált, hogy én mindenképpen újítani akarok. De most akár ez Bachra, vagy Mozartra is ugyanígy, vagy erre, uh -huh. elmondhatjuk uh -huh. Beethovenre, bárkire uh -huh. a, a, a nagyok közül. Egyetért ez ezzel, Sabi, hogy, hogy amikor hallok egy zenét, ami jó, de valahogy érzem azt, hogy nagyon célirányos, akkor. akkor úgy elkezdek fészkelődni, hogy. M -m -m", tehát azt úgy, úgy, úgy érzi az ember. És, de, és nem, a, nem, nem a zene értésre gondolok, tehát nem kell feltétlenül szakértőnek lenni ehhez. Azt gondolom, hogy a közönségből bárki ezt megérzi. Igen, szerintem is. De pont ez, amit megér az a közönség. Igen, ez nagyon fontos. Én nem tudom. Én ö, azt gondolom, hogy tényleg, tényleg ö, ha valaki őszintén törekszik, arra, amit csinál, akkor az, az átjön. Nem tudom. Nem tudok más, tényleg én, is ehhez hozzá, én sem ehhez hozzátenni, hogy, hogy, hogy mindenkinek megvan, igyekszik megtalálni az útját, és, és ez hallatszik, hogyha valaki benne van ebben a, ebben a mély útkeresésben, legyen az Coltrane, legyen az Bartók Béla, szóval igen. <síl>